ez jó érzés, hogy gyerekeknek adhatok el, mondjuk még én is gyerek vagyok, de jó érzés örömet okozni nekik ezzel. Meg egy-két ilyen kuncogás, amit nem tudom, egy olyan poénon, ami mondjuk egy felnőtt már nem nevetne, viszont ugye gyerekeknek szól. Így meghallunk, akkor az nekem nagyon jó szokott lenni. Opera és balettmesék a padlásszobából. Ez a Bohém kis karácsony. A próbán vagyunk. Igazi karácsonyi manú fogod a vinnök kis csoportokon, és a végén meg a Jingle Bells-tel táncoljuk együtt. Pont, ennyi a darab. Ez egész egy karácsonyi történet, és hát ugye nincs se karácsonyfa az elején, se hit, se semmi ilyesmi, és a végén megjelenik a karácsony tündér, aki elhozza az örömöt, és a mesét, és valószínűleg a varázslatot a gyerekekhez. A kiinduló dala ennek az egész történetnek az Ránki György, Ki a győztes című úttörő operájának egy részlete, ez a bizonyos Doktor bácsi című dal. Van Patricinus! Hagyomány már az operában, hogy az ünnepi időszakban színpadra kerül a Bohém kis karácsony. Nekem a kedvenc jelenetem, mert nagyon bulis az a rész a vége, amikor bejövünk Manó ruhában és elkezdünk rappelni. A karitatív előadás olyan gyerekeknek szól, akik talán soha nem juthatnának el az operába. A kis karácsonyban jótékonykodva működnek közre a Dalszínház magánénekesei, az operazenekar és a Magyar Nemzeti Balett művészei, valamint a gyermekkar tagjai. Eléggé már egymásra vagyunk hangolódva szerintem egyébként, szóval ezért már könnyű is, és csak így jön belülünk. A Bohém élet legendás 1937-es előadásának padlásszobájában vagyunk, ahol most nem a négy művész, hanem egy mogorva doktor lakik, aki nincs oda se a karácsonyért, se a társaságért. Ne féljed. Ahogy oda fölkeverednek a gyerekek, előttük megelevenednek a négy régi bohém, ott felejtett tárgyai. Ezért elkezdünk keresgélni. Így kerül elő a festő egyik képe, a zenész hegedűje, a filozófus hatalmas lexikonja és a költő verses kötete. Az Acél András által írt és rendezett előadásban a gyerekek minden meglelt tárgy után az opera és a balett irodalom bizonyos szereplőivel találkoznak. Kinyitnak egy könyvet és megjelenek, mint francia királylány. Elárulok nektek egy titkot. Hamarosan itt terem közöttünk. A padlásszoba átalakulása alatt a többi közt a Hári Jánosból és népszerű karácsonyi dalokból is előadott egy-egy betétet az opera gyermekkara és a művészek. Adolf Adamnak, a Giselle zeneszerzőjének két műve is szerepel ebben a műsorban. Az egyik a Cantique de Noël. Szentséges éj néven lett ismert itthon. A másik viszont egy különlegesség, az a címe, hogy Bravúr variációk egy Mozart dallamra. A Hullapelyhes fehér hó című dalra, ami ugye koloratúr szopránoknál a koloratúra készséget kihasználva, nagyon sokféle lehetőség van benne. Szánkot húzunk, ő van a szánkon, viszont nincsen hó, és így elég nehéz. Az ünnep nagy részben a gyerekekről szól, és amikor a gyerekekkel együtt ünnepelhetünk, vagy együtt dolgozhatunk, az mindig egy plusz hangulatot ad a karácsonyhoz. Teljesen már kész vagyunk, mert nincs hó, hát nem tud csúszni így a szánkó. A történet végén megjelenik a karácsony tündére, a doktor megenyhül, ünnepi hangulat kerekedik, hullani kezd a hó, és már a szánkózás se problémás.